Rapid Wien-el, ami visszavágó után beszélgettünk, ugye sajnos 5 múlva. Volt ekkora különbség a két csapat között szerintem? Nem tudom, hogy ekkora volt-e. Az biztos, hogy volt különbség. És hát egyértelműen nem a mi javunkra. Megérdemelten nyertek. Mi az, ami most nem működött, hiszen a kinti meccs után azért arról beszélgethettünk, hogy az a 0-0, ugye úgy, hogy két kapufát is lőttetek, azért az egy jó alapot ad a visszavágóra. Hát szerintem a labdakihozataink nem voltak olyanok, mint kint. Második labdákat rendőrök szedték fel, és nagyon veszélyes kontrákra tudtak ebből vezetni. Főleg a mi térfelünkön folyt egy játék, mert sok labdaeladás volt, abból megindultak, és sok helyzetet tudta kialakítani. Te hogy érezted, hanyadik gól volt az, amelyik úgy megtörte a csapatot, hogy onnan már nem nagyon volt visszaút? Hát szerintem már harmadik, a negyedik volt a biztos döntő, harmadiknál csak úgy érződött a csapatom már. Hát, igen. Öltözőben nagyon síri volt most a hangra? Természetesen, hát egy ilyen vereség után mi más látni. Viszont ha lehet pozitívumokról beszélgetni, az a lelátó, a szurkolók, hogy több mint 16 ezeren eljöttek ide, és a meccs után is azért az látszott, hogy elismerték a munkátokat, nem negatív hangok voltak. Tényleg milyen volt ebben a millióban, ebben az atmoszférában futballozni a Debrecenben? Nagyon jó volt, hát ők megnyerték a lelátón a meccset, nem úgy, mint mi. Nagyon jó volt, és nagyon pozitív volt az, hogy egy ekkora vereség után is mellettünk álltak. Szerintem ez az előző meccseknek is szól, de ez nagyon sokat jelent a csapatnak, hogy nem azt kaptuk, ami most jogos is lenne, hogy szidnak minket. Köszönjük szépen a tábornak, óriási, ennyien jöttek ki. Hát sajnos nem tudtunk ezzel élni, és ez egy nagy probléma, hiszen ilyen meccseken tudnánk meggyőzni azokat a szurkolókat is, akik a nagyobb meccsekre járnak ki, hogy megérik jönni. Ez nem sikerült, de ők a lelátón megnyerték a meccset, köszönjük nekik. Én ezt akartam kérdezni, hogy több mint 16 ezeren itt voltak, óriási futballáz volt. Mi kell ahhoz, hogy most ezt a futballázat fent tudjátok tartani a vereség ellenére is? Kellenek továbbra is az eredmények, tehát a bajnokság ugyanúgy megy. Jól kezdtük a bajnokságot, ott kötelező, hogy eredményeket szerezzünk, és akkor bízom benne, hogy ez fent tud maradni. És akkor jövőre visszatérhet a Loki a nemzetközi kupán? Bízom benne, de még hosszú út áll előttünk, tehát elején még, most még messze van a vége a bajnokságnak, elején magunkra kell koncentrálni, és egy olyan rajtot elkapni, amivel majd lehet lehetőségünk ilyenekről beszélni.